Éhezők viadala, éhínség fenyegeti a világot az orosz-ukrán háború miatt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Köszöntöm a stúdióban az Alapjogokért Központ két elemzőjét, Koskovics Zoltánt. Szia Zoli! Szervusz, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat! És Szikra Leventét. Szervusz Levente! Szervusz Imre, én is köszöntöm a hallgatókat! A szerkesztő műsorvezető Círiák Imre, tartsanak ma is velünk a következő egy órában. Recesszióba rántja a világgazdaságot az orosz-ukrán háború, illetve ennek következményei. A GP Morgan elemzője szerint hurikán közelít, de később módosította az álláspontját. A világban elnöke úgy fogalmazott, nem könnyű elképzelni, hogyan fogjuk elkerülni a globális gazdasági visszaesést. Az amerikai pénzügyminiszter pedig egy kérdésre, miszerint rövid távon lehet-e rosszabb a helyzet a jelenleginél? Hosszas gondolkodás után úgy válaszolt, nem zárhatjuk ki a további sok hatásokat. Elon Musk a világ leggazdagabb embere viszont nem kertelt, és azt mondta, hogy válság jön, ami szerinte másfél-egy egy másfél évig eltart. Ti melyik helyzetértékeléssel értetek egyet? Hát én nagyon optimistának érzem Elon Muskot ezzel kapcsolatban, hogy egy-másfél év alatt túl lennénk a, a nehezén. Én azt hiszem, hogy egy évtizednyi Nehéz év következik most, amelyben sorozatban fognak jönni a különböző válságok, sorozatban fognak jönni a konfliktusok, élesedni fog a vetélkedés a nagyhatalmak között, végképp felszámolódik az amerikai hegemóniára épülő virágrend, és egy jelentős átalakulási folyamat befejező szakasza lesz ez majd. Úgyhogy tíz év múlva nézzünk vissza arra az elmúlt 30 évre, és akkor mondjuk meg ennek a 30 évnek a mérlegét én azt hiszem. Minden esetre az, hogy másfél éven belül kilábalnánk, Elon Muskot nagyon sokra tartom, mint üzletember. Nagyon jó érzéke van, neki legyen igaza, de én nem hiszek neki. Uh -huh. Lehet, hogy Elon Musk gyorsan fog kilábalni, mégiscsak neki kellő tartalékai vannak, de hogyha valaki egyébként pontosan meg tudná mondani azt, hogy meddig tart ez a válság, akkor őt nevezhetnénk ennek a válság sorozatnak a nagy nyertesének, hiszen nyilván akkor megvazdagodna belőle. Kicsit komolyabbra fordítva a szót, alapvetően egyetértek Zoli főállításaival, hiszen mégiscsak olyan évtized előtt állunk, amikor nem sok jel arra, hogy, hogy könnyen túllendülnénk a válságok sorozatán. Ugye egyrészt itt van az orosz-ukrán háború, másrészt még mindig nem lábalt ki teljesen a világgazdaság a koronavírus járványhatásaiból ráadásul még az is előfordulhat, bár ne legyen így, hogy újabb hullámok érkeznek a koronavírus kapcsán, ugye most itt Európában már úgy vagyunk vele, hogy, hogy, nagyjából a múltnak tekintjük a koronavírust, hiszen a legtöbb lezárás már megszűnt, Magyarországon már lényegében semmilyen korlátozás nincsen, csak a kórházakban kell maszkot viselni, de, de Sánkhájban például nemrég de... volt még egy nagy lockdown, tehát Sánkhájban például senki nem mentett ki az utcára a közelmúlt van. És Tehát a, a világ számos részén ez még létező dolog. És hogy a kedves hallgatók értsék, a shanghai lezárás, ami volt az elmúlt uh, időben, az önmagában elég lenne ahhoz, hogy egy igen jelentős sok hatást uh, indítson el, uh, egy sok hullámot indítson el magában a, a, a globális gazdaságban. Tehát... Hihetetlen megrázó élmény volt egyébként azoknak, akik átélték. Tehát konkrétan olyan esetekre volt példa, amikor a kínai hatóságok drónokkal röp röpködtek Shanghai városában, és a drónokból, a hangszórókból azt szólt, hogy szorít kitjük vissza szabadság vágyatokat maradjatok otthon ezért ez, egy, ez elképesztően ez egy... abszurd egyébként. Ez Te... valami ilyen, ilyen, ilyen sötét kifi, nem? Tehát hát helyi, vagy, egy, a... vagy egy Orwelli regénynek az. a sokkal modernebb technikával történő megvalósítása. Tehát ő azt gondolt, hogy 1984-ben még olyan szörnyű dolgok történnek, hogy a tévét nem csak mi nézzük, hanem a tévén keresztül minket is néznek. Hát ha csak a tévén keresztül lehetne megfigyelni az embereket, és mondjuk nem drónokkal, az még egy fokkal kedvezőbb lenne most itt Kínára tekintve. Hát arról meg nem is beszél, hogy megint kiderült, hogy a kommunisták semmit sem csinálnak félgőzeltel. <coughs> Uh, szóval, ugye egy Shanghai, egy, a, a, a egy, fő, egy, faktor ugye a lezárása, ami önmagában elég lett volna egy, egy, egy sok hatáshoz, aztán ugye még mindig tart a háború, ahogy mondtátok, még, még a, a koronavírust sem heverte ki a, a, világ. És akkor még jönnek olyanok, mint az infláció, az ellátási láncok zavarai, és az energiaválság, illetve az élelmiszerválság, amiről majd fogunk beszélni a fűsor második felében nagyobb, tehát többet is. De hát ugye itt van az energiaválság is. De Imre, te fél? szerintem ki akarod hagyni a klímaválságot? Hát ne. a, De... az, az, nem is. És még ráadásul a mondva csinált zöld politika, mm. ami rátesz erre az egészre még egy Hát sőt, katalmas ez katalmas katalmas olyannyira katalmas 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 katalmas. így van egyébként, hogy eredetileg az energiaválság már korábban elindult, ezt ne felejtsük el, uh -huh. hogy az energiával kapcsolatos problémák nem az orosz ukrán háború után kezdődtek nem. el. Az ellátási pont... láncra ugyanez igaz, így, az, ugyanez, és ugyanez. Az. még az élelmezési válságra Csak is igaz. Itt ugye az, 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 a lényeg, amit most itt szeretnék mondani, hogy a, az energiaválság ugye eredetileg pont az erőszakos zöld politika miatt kezdődött el kialakulni. Például az, hogy Németországban ugye leálltak az atomerőművek, az is azt, illetve hát most még nem teljesen, mert az utolsó három az idén év végéig még üzemel, de például tavaly én három leállt, tehát azért elképesztő mennyiségben csökkent a német. Európa legnagyobb gazdaságának az energiatermelő, áramtermelő kapacitása például elképesztő mértékben visszaesett. És értem én, hogy voltak olyan pillanatok, itt tényleg pillanatfelvétel szintjén, hogy a német felhasználók még fizetett a szolgáltató, mert annyira olcsó volt a bizonyos megújuló energiaforrásokból az áram, csak ez egy pillanatig tartott, aztán meg olyan drága lett, amit soha nem gondoltak volna korábban, és ugye nyilvánvalóan a megújuló energiaforrásoknak a, a folyamatossága, a megbízhatósága, a stabilitása, az jóval elmarad mondjuk egy atomerőműtől, vagy egy akár egy foszilis alapon dolgozó erőműtől. Tehát olyan gyorsan és olyan erőszakosan próbálják ezt a zöld átállást Európa számos országában és különösen Németországban áterőltetni, ami már korábban is az orosz-ukrán háború előtt is energiaválságot eredményezett, és ezt követően akkor ugye szépen, hogy megválaszoltad a hozzám címzett kérdést, amiben Zoli próbált meg engem, hogy egy vajak szint a, 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 a klímatagadás tekintetében. Visszautasítom. <laughs> Visszautasítom. Szóval ugye... <laughs> Tehát szóval ugye van itt nem tudom, itt 6-7 ugye olyan válság, amiről ugye mondtátok ti is, hogy ezek tulajdonképpen egymástól függetlenek, mert energiaválság mert akkor volt, amikor még nem volt háború. Nem egymástól függetlenek, azért ezek kapcsolatban Há, össze, persze, persze összeadódnak, sem. csak egy nagy, 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 jó kis falat lenne mindegyik külön-külön is, mondjuk, a, a, a tehát külön-külön is -külön jó kis falat lenne mindegyik, tehát nem lehet enyhe túlzás azt mondani, hogy ha, ha, ha Timmermans fölveszi a Superman szup és azt mondja, hogy félkézzel legyőzzük ezt az egész hóbelevancot szóval úgy, ahogy van. Hát Timmermans sem, semkit és semmit nem tud legyőzni, leginkább önmagát nem tudja kordában tartani. De nem az Európai Parlamenttől várjuk azt hiszem a megoldásokat ezekre a kihívásokra, hiszen hogyha belegondolunk egy pillanatra, akkor ezeket a válságokat, amiket most felsoroltunk, uh -huh. ez tulajdonképpen mindegyiket félrekezelték az Európai Uniónak a federális intézményei. A Parlament elsősorban azért, mert eltereli a figyelmet a valós problémáról, mert műhisztériák ban éli ki magát, és azért, mert lehetetlenné teszi a, a tagállamok számára azt, hogy közösen megtalálják a, a megoldásukat. De, de említhetnénk a bizottságot is, amelyik Ursula von der Leyen vezetése alatt egyáltalán nem fényeskedik. Talán egy fokkal racionálisabb, mint a parlament, de tényleg csak egy fokkal is. És nah, ez nem nehéz. De... Igen. De ez nem egy magas létszám, amit meg kell ugrani. Tényleg csak politizálás zajlik az európai parlamentben ennél egy fokkal több valós politika zajlik a bizottságban egyébként, de ez, ez távolról sem elég. És a, itt most, ha lehet bízni valamiben, akkor az, hogy a válság egy picit át fogja rendezni, illetve visszarendezi az erőviszonyokat az Európai Unióban. És az elmúlt tíz évben az a próbálkozás zajlik, hogy adjunk több befolyást és hatalmat a parlamentnek, meg a bizottságnak, mert úgy gondolják, hogy az demokratikus. De a több bizottság kevesebb tagállamok. Így van, így van. De az eredeti koncepció azért az az volt, hogy a az uniót irányító stratégiai szempontból a legfontosabb döntéseket meghozó testület az a tanács, és elsősorban pedig a kormány és államfők tanácsa volt. Hogy ha az Európai Unió nem tér vissza ahhoz a modellhez, amikor az országok tagállamok legfőbb választott vezetői hozzák meg a legfontosabb döntéseket, akkor ez így nem fog működni, és képtelen lesz az Európai Unió a megfelelő válaszokat megtalálni a kor kihívásaira, amit most viccelgettünk fel egy keveset, de azért ez is nagyon súlyos problémákkal nézünk szóval. Igen. Így Igen. van, és ugye az Európai Unióval nem csak az a probléma, amit Zoli nagyon szépen levezetett, hogy nem megfelelően reagál a válságokra, hanem hogy alapvetően ugye a válságkezelés nem is a fókuszában van az Európai Uniós intézményeknek, hanem sokkal nagyobb energiát tesznek abba, hogy tagállamoknak a belpolitikai ügyeivel foglalkozzanak, és az Európai Parlamentnek, miközben itt van ez a számtalan válság, amiről beszéltünk a műsor elején, arra van ideje, hogy a Magyarország meg Lengyelország jogállamisági helyzetéről tartson vitanapokat, amit persze aztán kb. 8 képviselőt érdekelt a 700 feletti képviselőből, tehát hogy az is azért látszik, hogy igazából az is egy, egy szubkulturális jelenség ott, csak nagyon hangos szubkultúra az, amely, amely ezzel tud foglalkozni. Csak én nagyon károsnak tartom azt, hogy az európai intézmények, amelyek akár, hogyha az uniós hatáskörökkel foglalkoznának, és azzal, ami az ő feladatuk, akár egész hasznosak is lehetnének, de annyira elbürokratizálódtak, elpolitizálódtak, és annyira az van a fókuszukban, hogy kizárólag az ő saját személyes érdekeiket és politikai céljaikat szeretnék megvalósítani, ahelyett, hogy végrehajtanák a feladataikat. Hogy, hogy az Európai Uniónak egyébként egy újabb válsága lett az, ahogy a, a megosztottság tagállamok között, illetve a tagállam és az uniós, tagállamok és az uniós szervek között megalakult, létrejött, és az a legfelháborítóbb az egészben, hogy folyamatosan Magyarországot, Lengyelországot, és úgy általában a közép-európai országokat vádolják azzal nyugatról és Brüsszelből, hogy megosztják az Európai Uniót, meg szétverik az Európai Uniót, ugye ilyen jellegű vádakkal lehet találkozni, és ehhez képest a legjobban az osztja meg az Európai Uniót, hogyha tagállamoknak a belpolitikai ügyeivel kezdenek el foglalkozni, és, és minden további nélkül vagy minden előzmény nélkül elkezdenek támadni tagállamokat. Tehát ennek semmi haszna nincsen az európai közösség szempontjából, és azt gondolom, hogy ez is annak a jele egyébként, hogy a demokratikus elszámoltathatóság az egyáltalán nem jelenik meg a brüsszeli intézményeknél, mert ha megjelenne, akkor félnének a választóiktól és nem foglalkoznának olyan senkit nem érdeklő kérdéssel, mint hogy melyik országban kik házasodhatnak vagy hasonló, tehát hogy, hogy ami persze nem is jogállami kérdés, hanem alkotmányos identitás és erkölcsi értékrendi kérdés, ez már máshova vezető dolog, de, de hogy, hogy, olyan dolog, ami nem tartozik az Európai Unió hatáskörében, nem érdekli az európai átlangen, mert nem tartozik semmelyik európai ember problémái közé, és, és mégis ilyenekkel foglalkoznak. Tehát, ha lenne elszámoltathatóság, ha kellene félniük a választópolgároktól, a brüsszeli politikusoknak és brüsszeli bürokratáknak, akkor nyilvánvalóan kevesebb lehetőségük lenne ilyenekkel foglalkozni vagy legalábbis öt évente el lennének küldve, hogyha ilyenekkel foglalkoznak. És és úgy tűnik, hogy hogy annyira begyöpösödött rendszerek vannak ott, hogy nem, nem sikerül ezt a demokratikus akaratot átvinni. Ugye, oké, okay, itt van előttünk ez a 5 6 hét válság, amiben ugye egy is elég falat lenne, ugye, hogy kezelni tudjuk. Itt van nekünk egy Európai Unió, ami nem segít, de legalább akadályoz. Hogyan reagált a kialakult helyzetre a magyar kormány? Hát a magyar kormány az. A problémákkal foglalkozik -e például, vagy ugye, ők, is, ők is ilyen ált problémával foglalkoznak, hogy a férfiak is szülhetnek? Talán tovább is lehet vezetni az előző gondolatmenetemet, hogy a magyar kormány viszont szembe kerül a választópolgárokkal négy évente legalább a választásokon, de hát ugye nem csak, nem csak országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon. Tehát pont a tagállami működés azért is hatékonyabb és azért is demokratikusabb, mert itt ténylegesen közvetlenül megvan az a következménye minden döntéshozó politikus számára, hogy elveszti a hivatalát, elveszti a pozícióját, hogyha nem az emberek érdekeit képviseli. És ezért a magyar kormány is nyilvánvalóan, ha célja nem lenne, akkor is rá lenne kényszerítve, de egyébként célja is a magyar kormánynak, hogy az emberek érdekeit képviselje. És a válságkezelések során egyébként már a koronavírusnál is, és minden korábbi válságnál is megjelent az, hogy a magyar emberek érdekeit helyezik az első pontra, és ezt nem ideológikusan teszik. Tehát ugye ez a másik, ami érdekes dolog, hogy, hogy hogy nyugaton és a nyugati ihletésű politológia tankönyvekben is a jobb a felosztást, azt mindig úgy szokták leírni, hogy a jobb oldalak azok, akik gazdaságpolitikában az alacsonyadók, meg a, meg kisállam, meg a stb. tehát ilyen liberális gazdaságpolitikát folytatnak, a baloldaliak pedig azok, akik magasadókat akarnak, több szociális ellátást akarnak, stb. Tehát csak és kizárólag gazdaságpolitikai alapon történik meg a felosztás, és ezt próbálják ráerőltetni mondjuk egy közép-európai, meg egy Magyar rendszerre is. És ehhez képest a magyar kormány az nem egy ilyen nem egy ilyen ö, külföldről hozott, meg egy ilyen talán már nem is teljesen időszerű felosztás szerint dolgozik, hanem ö, jobboldali társadalompolitikát folytat nagyon következetesen, viszont a gazdaságpolitikában nem ideológiákat követ, hanem ö, kizárólag az a vezérfonal, hogy a magyar embereknek mi az érdeke, illetve a magyar családoknak mi az érdeke. És ennek megfelelően a magyar gazdaságpolitikában és most a magyar válságkezelésben is. Láthatunk olyan intézkedéseket, amelyek klasszikusan jobboldali gazdaságpolitikának tekinthetők, mint például Például az egykulcsos személyi jövedelemadó, vagy az alacsony társasági adó, és vannak olyan elemek is a magyar gazdaságpolitikában, amiket baloldalinak is nyugodtan lehetne nevezni, hogyha a tankönyvi kategóriák itt annyira fontosak lennének, de egyébként nem azok. De például akár a rezsicsökkentés, mint hatósági ár, az, az akár baloldali politikának is beillhetne. De az egésznek a középpontjában tényleg az áll, hogy mindig azt a lépést hozza meg a kormány, amely a magyar emberek, családok érdekeit szolgálja, és most az extra profitadónál is ezt láthatjuk, ami ugye a legfrissebben meghozott válságkezelő intézkedés. Nem az emberektől veszik el a kormány, nem megszorító intézkedéseket vezet be, ellentétben a, a szocialista kormányokkal 2010 előtt, hanem ö, olyan intézkedéseket vezet be, amelyek a lehető legkisebb mértékben, vagy akár egyáltalán nem terhelik a, a hétköznapi embereket, az átlag embereket, és inkább onnan próbálja meg megszerezni a költségvetésnek az elveszett bevételeit, ahol eleve extra profitok keletkeztek. Ugye a válságok azok, azok mindig egyben lehetőségek, séget nyújtanak a háború az kimondottan egy olyan válság, ahol megnyílik annak a lehetősége, hogy bizonyos ágazatok, bizonyos ravasz üzletemberek valóban hatalmas plusz profitra tegyenek szert. Hogyha megnézzük a felsorolást, hogy kikre vett ki a magyar kormány extra profitadót, akkor látni fogjuk, hogy itt prominensen szerepel a, az energiaszektor, illetve a bankszektor. Tulajdonképpen ez egy kicsit több mint 800 milliárd forintos csomag, ebből 600 milliárd esik, fele, -fele arányban körülbelül a a bankszektorra, illetve az energiahordozók kitermelésével foglalkozó cégekre itt elsősorban természetesen a múlt kell érteni ez alatt. Nyilvánvalóan nem kell külön magyarázni, hogy például az olajcégeknek, most miért lehet kivetni extra adót, hiszen az egekbe beszöktek az olajára, illetve a gázára is az energiahordozók árai ára, úgy általában. Teljesen egyértelmű, hogy ebben a e, helyzetben ők ezt konjunktúraként élik meg, hatalmas extra profitra tesznek szert. Így onnan e, lehet elvonni e, ezeket az extra profitokat. Tehát itt szó nincs arról, hogy a, a jogos, a normális működésből e, származó profitra próbálna rátenni a kormány a kezét, hanem arról van szó, hogy egy különleges helyzetben, válsághelyzetben, ahol sokaknak rossz de keveseknek jó. Itt azok a kevesek, akik ebből jól jönnek ki, és itt nem is azt akar, arra akarunk célozni, hogy akár tisztességtelen eszközökkel jönnének ki jól, pedig a, a világ nagy cégei között vannak olyanok, akik tisztességtelenül kihasználják ezt. A magyarok nem még az ilyenek a Magyarországon tevékenykedő cégek, de akkor is jobban jönnek ebből ki, mint sokan mások, akkor, egy egészséges társadalomban, már pedig a magyar egy egészséges társadalom, nehéz helyzetben elvárhatjuk tőlük azt, hogy segítsenek azoknak, akiket súlyosan érint, érintenek ezek a válságok. Szóval nem is beszélve, hogy, hogy tényleg egy súlyos háború zajlik a, a szomszédban, és ez magával vonja, hogy az egyik elsődleges kötelezettsége a, a magyar kormánynak az, hogy plusz kiadást fordítson a hadsereg modernizációjára, ami egyébként megkezdődött, de teljesen egyértelmű, hogy ezt fel kell gyorsítani. Erre egyszerűen szükség van egy ilyen észtami helyzetben, arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan látják úgy a magyar kormányon is, hogy egy nagyon nehéz feszültségekkel, konfliktusokkal, terhet tíz évvel nézünk szemben. Senki sem gondolta volna, mondjuk két, nem, talán fél évvel ezelőtt, hogy ezt fogjuk most mondani, hogy, hogy mindenki helyesselte már akkor is ugye a, 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 a honvédelmi programot, de hogy ezt sürgősen fel kell gyorsítani, mert olyan olyan események tombolnak a határaink mentén. Én azt hiszem, hogy a, a szakpolitikában, tehát a, a védelemben mondták, hogy kell, hogy sürgőzni kell. Én azt hiszem, hogy mondták. Lehetett érezni, hogy fokozódik a feszültség. Uh -huh. Tulajdonképpen most már 10-15 éve lehet érezni azt, és erről beszélnek is. Hát mondjuk akkor ezért vagytok ti a szakértők. Beszél, beszélnek is erről, hogy az amerikai hegemóniára épülő világrend az folyamatosan gyengül, illetve most már tényleg ki lehet mondani, hogy ez már véget ért. Az az igazság, hogy például az afganisztáni kivonulás kapcsán európai katonai szakpolitikusok, biztonságpolitikusok is mondták, hogy itt Európában Magyarországon is nyilván fel kell gyorsítani a védelem fejlesztését, és ki kell alakítani egy megfelelő potenciált nem arra, hogy európai országok bárhová is támadólag lépjenek fel, ezt nem szabad, de arra, hogy legyen előet errettentésünk, illetve hogy meg tudjuk védeni a határokat. Rá fogunk térni majd az élelmiszerválságra, de hogyha az egyszer kitör Észak-Afrikában, akkor hogyan fogjuk tudni megvédeni a határainkat? majd a műsor második felében kifejtjük ezt. Levente, a, beszéltetek az ellenzékről. most az ellenzék az következetesen megszorításokat emleget, sőt, van olyan ellenzéki politikus, aki az extra profit létét is tagadja, akkor most ilyen extra profit tagadóba ment át, ugye, hogy kölcsön egy kifejezést ott a klíma, klímaügyekből. Igen, bár ebben sem látom azt, hogy teljesen következetesek lennének, hiszen például a 444 nevű baloldali portál néhány héttel ezelőtt még a Molnak a súlyos extra profitjáról írt, majd nem sokkal később megjelentetett egy cikket, hogy nem is létezik olyan, hogy extra profit. Tehát azt gondolom, hogy elsősorban, hogy első körben saját maguk között rendezzék ezeket a dolgokat, és utána, utána álljanak a nyilvánosság elé. De valóban ugye az ellenzék az mindenképpen a megszorításokról beszél, de ez már a kampányidőszakban is így volt. És azt gondolom, hogy valamilyen szinten ez is hozzájárulhatott a, súlyos vereséghez, amit áprilisban elszenvedtek, hogy folyamatosan arról beszéltek, hogy megszorításra lesz szükség a kormányváltást követően. Ami azt jelenti, akárhogy is nézzük, nyilván az volt a kommunikációs szándék, hogy az Orbán kormányt vádolják azzal, hogy megszorításokat fog bevezetni. Ehhez képest nyilvánvalóan egy, ezt választópolgár úgy tudja érteni, hiszen ezt is magában foglalja, hogy akár ki kerül kormányra, megszorítás lesz szükség, tehát ők megszorításra készülnek. Miért, miért szavazzon egy választópolgár arra a pártra, vagy arra a politikai szövetségre, amelyik arról beszél, hogy megszorítás nélkül nem lehet kezelni ezt a válságot. És egyébként ráadásul ebből a szempontból ilyen paradox módon hitelesek is, hiszen megszorításokban nagyon jók, már többször bizonyították kormányon 2015, hogy megszorításokat sikeresen tudnak bevezetni, sőt, alapvetően a válságkezelések ről nekik mindig a megszorítási teszik be, és csak azt tud működni. Fajalop, mint Móriczka. Így van, mert ugye itt nem arról van szó, hogy a hogy a magyar emberek érdekeit képviselnék. Tehát ők nem azon az alapon politizálnak, hogy minden áron a magyar emberek és a magyar családok érdekét kell képviselni, hanem azon az alapon, hogy megfeleljenek a nyugati érdekeknek, és megfeleljenek azoknak a tankönyvi szempontoknak, amiket, amiket talán még az egyetemen hallottak, és amik nem csak elavultak, de ugye leírva jól néznek ki a gyakorlatban, meg nem mindig. Tehát egészen más szempontjaik vannak, egészen más megközelítést alkalmaznak, és nem is tudnak kijönni ebbe a megszorítás, nem megszorítás tengelyből, miközben látható, hogy ezek a válságkezelő intézkedések, az extra profitadó, ez megszorításnak nem nevezhető, mert nem csökkenti az életszínvonalat, nem növeli a munkanélküliséget, nem vesz el az emberektől, hanem ö, olyan ö, bevételeket ö, von el a kormány más célokra, ugye rezsivédelemre, honvédelemre, amik egyébként többek között, főleg a rezsicsökkentés kapcsán, pont az életszínvonal fenntartására fognak majd elmenni, Igen. hiszen, hiszen azt fogja a rezsivédelmi alap szolgálni, hogy a rezsicsökkentést azt fent lehessen tartani ilyen magas energiárak mellett is. A honvédelem meg nyilván egy biztonsági kérdés, az elég alapvető, ahogy ezt is említettétek az előbb, hogy egy ország nem működhet ütőképes hadsereg nélkül, enélkül bármikor veszélybe kerülhet a teljes biztonság és az ország egész élete. Tehát nyilvánvalóan ezek olyan fontos célok, amelyekre költeni kell, és amelyekre a forrást látható be lehet szerezni olyan ö, helyről is, ami nem csökkenti a magyar embereknek a, az életszínvonalát, életminőségét. Levente, tehát a elfogadta, benyújtotta, nem fogadta el le, hogy ismét az elfogadás, tehát az egész parlamenti tárgyalásod most kezdődik a költségvetésnek, de benyújtotta a kormány a költségvetésnek, a jövő évi költségvetésnek a tervezetét, abban látszik bármiféle megszólításnak a nyoma? Hát megszorításnak nehezen látszik a nyoma, ugye 4 os gazdasági növekedéssel számol a kormány például, és a hiány pedig csökken ugyan, de még így is magasabb lesz valamivel, mint ugye az uniós elvárt 3 Ez ugye nyilván csak válsághelyzetben van így, hiszen a magyar kormány az 2010 követően, amint lehetett, lecsökkentette a hiányt a, két, a 3 os szint alá, és utána azt egészen a koronavírus válságig stabilan tartotta. Azért, van, azért volt ilyen mozgástere egyébként így, a költségvetésben. Így van, és tehát, hogy én inkább itt javuló makroszámokat és növekvő vagy fennmaradó életszínvonalat látok ebből a, ebből a költségvetésből, ami most benyújtásra került. A megszorítást azt, azt nehezen tudom kiolvasni belőle, de azt gondolom, hogy ezt mindenki majd a saját bőrén érezni is fogja. Tehát az látható, hogy nyilvánvalóan van egy inflációs jelenség, azt mindenki tapasztalja a boltokban. De azt is tapasztalják, hogy, hogy a költségek azok nem változnak, azt is tapasztalják, hogy a bérek azok azért összességében alapvetően növekednek, és és, azt is tapasztalják, hogy semmilyen olyan korábban járó családtámogatást, azt, ami, azt nem vettek el tőlük. Tehát a tapasztalat az mutatja azt, hogy van az a jelenség, amely a gazdaság külső tényezőitől függ, az infláció remélhetőleg ez, sőt biztosan nem fog örökké tartani, remélhetőleg sikerül majd idővel csökkenteni, és, és a, a, kormány részéről pedig az erőfeszítések jelennek meg, hogy ezeket a, ezeket a hatásokat minél jobban mérsékeljék. Zoli? Arra gondolnék megint, hogy húzzuk alá azt, hogy egy igazságos és jól működő társadalomban élünk. És azt is vegyük észre, hogy azért a magyar kormánynak alapvetően jobboldali ösztönei vannak még a gazdaságpolitikában is, hogyha nincs válság. És azt húznám én nagyon alá, hogy az elmúlt tíz évben, különösen azok az ágazatok, akiktől most elvárjuk azt, hogy többet vállaljanak magukra, azok nagyon jól teljesítettek. És azt hiszem, hogy egy olyan országban élünk, ahol az emberekre sem, és a kormányra meg főleg nem jellemző az irítség. Úgyhogy nyugodt szívvel engedtük nekik azt, hogy igencsak jól keressenek az elmúlt tíz évben. Az az igazság, hogy az egész ország jól járt az elmúlt tíz évben, tehát egy tulajdonképpen egy, egy fogalmazunk így, egy aranykora volt ez a magyar történelemnek. Nyilvánvaló, hogy most egy nehezebb időszak fog következni, és ezért azt gondolom, hogy teljesen igazságos és jogos elvárás az, hogy azok, akik igazán jól jártak az elmúlt tíz évvel, és azok, akiknek még ez a válság is jól jön, azok bizony többet tegyenek le az asztalra. Azt hiszem ez a filozófia áll az egész megközelítés mögött, és ennek megfelelően én úgy gondolom, hogy ezeknek a társaságoknak, cégeknek a, a többsége ezzel tisztában kell, hogy legyen, és ennek megfelelően fog eljár, fognak eljárni. Nem is beszélve, hogy húzok alá, hogy ideiglenes intézkedésekről van szó, két évre vannak tervezve. Tehát ezzel tervezhetnek a gazdasági szereplők is, hogy most egy olyan két éves időszak jön, amikor ezt be kell kalkulálniuk. Számolhatnak vele, számíthatnak rá. És még egyszer aláhúzandó az, hogy a rendes profitot, ami lehetővé teszi nekik a működés, amiért megéri nekik működni, az, az ahhoz senki nem akar hozzányúlni, azt senki nem akar fenyegetni. És ilyen körülmények között a, a, stabilitás, az ország biztonságának a békéje, a megőrzése a legfontosabb. És még egy dolgot egészítenék ki, nagyon röviden, hogy ezek nem csak Átmenet intézkedések és, és értelmes intézkedések, tehát nem túlzó lépések, hanem korábban már bevált intézkedések is. Tehát ugye 2010 követően volt is, is voltak olyan különadók, amelyek szintén érintettek bizonyos szektorokat, ugyanakkor az is, amint a kormánynak lehetősége volt rá, és a gazdasági körülmények engedték, azonnal kivezette őket, hiszen nem az a cél, hogy sarcoljanak, hanem az a cél, hogy a költségvetést rendbe tegyék, és közben a magyar embereket kiméljék. A jobboldani ösztöneik vannak az alacsonyadókat szeretik. Azt hiszem, ezt... Így van, tehát ugye az én levezetésem is inkább arra vonatkozott, hogy amikor viszont szükség van bizonyos akár baloldalinak is nevezhető intézkedésekre, akkor persze azokat nem fél meglépni, mert nincs egy ilyen ideológiai békjó rajta. Pont. De nyilvánvalóan az alapvető cél az az, hogy egy olyan társadalom alakuljon ki, ahol megéri dolgozni, és a munka eredményét azt nyilvánvalóan aki elvégezte a munkát, az élvezheti. Önök az igazság óráját, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják, rövid szünet után folytatjuk. Folytatódik az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora, az Alapjogokért Központ két elemzőjével, Kóskovics Zoltánnal Szenfőn. és Szikra Leventével. Én Círják Imre vagyok. Egyre közelebb kerülünk az igazi éhezők viadalához, és most nem Jennifer Lawrence sorozatának újabb részére gondolok. Éhinség fenyegeti a világot az orosz-ukrán háború miatt. Az egyik ország nem tudja, a másiknak pedig nem hagyják, hogy eladja Gabona készleteit. És a föld műtrágya felhasználásának nagy részét is ez a két ország állította elő, amely most szintén kiesett. Kezdjük az elején. A sajtó, különösen ugye az a, 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 az a, fele, amelyik ugye átveszi a, a, brüsszeli meg sorosféle narratívát, az ugye arról beszél, hogy lehetővé kell tenni az ukrán gabonának az exportját. Na de most azt azért szögezzük le, hogy nem csak az ukrán gabona létfontosságú afrikai, illetve közelkeleti országok élelmezése szempontjából, hanem ott van még az orosz gabona is, ami szintén ugyanekkora, hanem nagyobb szerepet töltött be a világgazdaságban. Nagy, nagyobb szerepet töltött be, de jelentősen nagyobb szerepet töltött be egyébként. Valóban egy pillanatra félre kell tennünk mindazt, ami, ami ömlik ránk a sajtóból, főleg a nemzetközi sajtóból, és meg kell vizsgálni racionálisan, hogy itt mi történik. Mert enélkül nem fogjuk megtalálni a megoldást a problémára, sajnos ki fog derülni, miután rávilágítottam pár dologra, hogy így sem fogjuk <coughs> tudni megtalálni a megoldást. Tehát valóban nagyon jelentős mértékben függ különösen a szegényebb országok élelmiszer ellátása, elsősorban gabona ellátása Ukrajnától és Oroszországtól. Az ukrán gabona, az különböző számokkal dobáloznak most, és hallottam minden 10 és 20 között, 13 az, amit a leggyakrabban hallok, de minimum 10 százalékban felelős a világpiacon megjelenő gabonáért. Uh -huh. Ez csak az ukrán. Az oroszok ennek a duplája legalább. És az orosz gabona elvileg azért ki tud jutni a világpiacra, igaz, hogy a szankciók ezt borzasztó módon akadályozzák. Tehát az orosz gabonának egy jelentős része is a fekete tengeren keresztül áramolnak ki. Ott van egy orosz kikötő, és ez a kikötő maga van szankciók alatt. Úgyhogy az Európai Unió és az Egyesült Államok, tehát a nyugati világ tulajdonképpen borzasztóan megnehezíti az orosz gabona is, bár nem tudják teljesen el lehetetleníteni. Az ukrán gabona kivitel úgy néz ki, hogy körülbelül a megszokott mennyiség 33%-át tudták kivinni eddig az országból. Tehát 66%-ben maradt. Uh -huh. Ennek a legfontosabb oka, hogy jelentős mértékben a gabona export az Odessza-n keresztül zajlik. Na most, Odessa kikötőjével két probléma van. Az egyik probléma az, hogy orosz katonai zárlat blokkád alatt áll ami a háborúban szokásos eljárás tulajdonképpen. A másik probléma viszont az, hogy stratégiai célpont Ogyessa, az szerepelhetett az orosz hadi tervekben, és erre az ukránok felkészültek, hogy tengeri deszant fog érkezni Ennek megfelelően elaktásították az Ogyasszai kikötőt. Tehát két mm. okból sem tudnak onnan se oda bemenni, Tehát van egy, nem se onnan kijönni. Tulajdonképpen van két aknazár, van egy ukrán is, meg egy orosz is. <tülzik> Vagy zárlat? Zárlat van, igen. Tehát kétfajta zárlat van. Van az aknazár, és van az orosz flotta flottazárlat. Uh -huh. Keresnek -e erre megoldást, próbálnak megoldást keresni, különösen aktívebben Törökország, és Ankara most azt mondja, hogy az oroszokkal, meg az ensz legalább már úgy, ahogy meg ö, tudtak állapodni egyfajta tervben. De itt nagyon vigyázni kell, és egy kicsit megint meg kell érteni az ukránokat is. Mert hogyha az oroszok valahogy ki tudnák kényszeríteni annak az aknazárnak a feloldását, akkor nem használhatnák-e ők ezt arra, hogy csapást mérjenek vagy szára. Nagyon óvatosnak kell lenni mindkét félnek. Ezért is mondom, hogy ezt a problémát roppant nehéz lesz feloldani. Úgy néz ki, hogy annyi gabonát viszünk ki vasúton Ukrajnából, amire van kapacitás. Nyilvánvalóan ezt idővel, ezt a kapacitást lehet bővíteni, de én azt hiszem, hogy nem fogjuk tudni egy harmadról felemelni kétharmadra sem pusztán kapacitás bővítéssel. Úgyhogy ennek a kérdésnek a megoldásához le kell zárni a háborút. Na jó, de hát ez, ez még nem. Tehát ugye indultunk onnan, hogy háború van, de valahogy meg kéne oldani azt, hogy a gabona kijusson. Most erre az a, nem lehet az a válasz, hogy akkor akkor zárjuk le a háborút, mert mert az egy még nagyobb falat. Ha hát a kisebbet a... se tudjuk elintézni, akkor a nagyobbal hogy boldogok Erre el? utaltam az elején, amikor azt mondtam, hogy ha meglátjuk a, a részletes képet, akkor el fogunk jönni, hogy sok megoldás erre a problémára nincs. Sajnos. Uh -huh. Ö... Különböző más lehetőségekben lehet megint csak gondolkodni. India például bevezetett egy Gabona export tilalmat, ami nagyon jó okuk van, hogy miért vezették be, de India azért rengeteg Gabonát tud előállítani, és velük lehetne tárgyalni esetleg erről. Kanada és az Egyesült Államoknak is van lehetősége bővíteni a gabona termelést. Itt megint arról van szó. De ez nem egyik egy napról a másikra. Pontosan az a, a, a Egyesült Államok meg Kanada nem fogja tudni egyik napról a másikra. Mégpedig Indiát nagyon lehet nehéz megtenni. Csak a genderszakosoknak mondjuk hát ugye az nem olyan, hogy bemegyünk a boltba, és ott automatikusan van kenyér. Ugye nem tudom, valaki emlékszik még a gyerekeknek tanítja, ugye apartalat, apartalat, apart, 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 ugye három kaszál, azt le kell kaszálni a gabonát, el kell szállítani. Tehát ez egy fizikai létező dolog. De legelőször is el kellett üvetetni. és el kellett... annyit. Igen, el kell vetni, az az eleje. Az eleje ugye az a, ez egy probléma, hogy el kell vetni, és ugye amikor elvetjük, akkor nem azonnal nő ki, csak hogy ezt a gender szakosok is tudják, hanem el kell tenni bizonyos időnek, Hoz, hogy ugye ez a növényke ott szárba szökkenjen, és egyszerűen megérjen. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy most elhat nem akar a dolga, mint a léci léci léci, ugye szőkenősen, hanem, hanem kell, hogy. Ha van egy javaslatom, tiltsuk meg, hogy lassan nőjön, és kötelezzük jogszabályjal. Az, 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 Európai, az parlament, Európai Parlament. Ha hozzá többség persze, az Európai Parlamentben. Így van. Így hát van. Ha egy pillanatra is innénk, hogy működik, még mi is megszavaznánk szerintem, de hát ugye nem működik. Tehát. És ez most nagyon fontos dologra mutat, egyébként ez a. 21. századi első felének a legnagyobb problémája, amiről te beszélsz, az a posztmodern. Az emberekben van egy érzés, amit ki akarnak teljesíteni, de a világ, a gabona az nem az érzések alapján jelenik meg a piacokon hanem való, fel kell nőnie, és ráadásul még azok a teherautók, meg konténerek, meg vonatok sem a fákon nőnek, amelyek ezek, amelyeket ezeknek el kell szállítani. Tehát, hogyha egy ország infrastruktúrája hozzá volt szokva ahhoz, hogy x millió tonna gabonát fog elszállítani a ból B-be, akkor ezt a kapacitást nem fogja tudni 5 perc alatt x-szer kettőre növelni. Hát lehet, hogy csak nem akarja. Nem, nem Sajnos ez megint nem a fákon nőnek. Tehát én azt hiszem, hogy Kanadában például a felbuzdulás meg a szándék Meg lenne rá, ott erős a posztmodern, de megcsinálni nem lehet. És ennek megfelelően ez egy olyan pe ö, pessimizmus az, amit mondok, de egy olyan helyzet, ami inkább fel kell készülni, és semmit megpróbálni kezelni, mert egész egyszerűen azt az odesszai kapcsolatot mindkét oldalról nem lehet feloldani. Lehet, hogy Ankara csodát fog tudni tenni de én nem látom a megoldását annak, hogy Ogyasszából gabona menjen ki. Oké, okay, föl kell rá készülni, ez így van, de hát ugye vannak olyan afrikai országok, akik, szegény afrikai országok, meg, 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 meg ázsiai országok, akik azt mondják, hogy néhány hetes gabonakészleteik vannak. Tehát ők, ők nekik azonnali megoldás kellene. Hát így van. Egyébként annyit még hozzátennék, hogy Magyarország is exporttilelmet vezetett be a gabonára, ami szintén ugye arról szól, hogy a magyar ellátás az mindenképpen biztosított legyen. Ugye nekünk annyiban szerencsés helyzetünk van, hogy a magyar mezőgazdaság az képes megtermelni azt a mennyiséget, ami a magyar, magyar emberek ellátásához szükséges. És ugye még annyit tennék hozzá az ukrán szállítási problémák kapcsán, hogy ugye ott a vasúti szállítás talán az utolsó értelmes lehetőség, de azzal is problémák vannak, azért a vasúti infrastruktúrát is jelentősen károsította már a háború. Többek között, ha jól tudom, akkor jelentős szakaszakon már a villamos áram nem áll rendelkezésre, tehát dízelvontatással kell dolgozni, ami ugye megint oda vezet minket az üzemanyag problémákhoz, üzemanyag árak kérdéséhez, illetve ahhoz, hogy ez jóval lassabb és problémásabb, tehát tehát számos ilyen gond alakul ki, és valóban ugye az egésznek a legnagyobb vesztesei megint azok az országok lesznek, amelyek egyébként is rosszabb helyzetben vannak, ugye ezek az afrikai országok többek között, ahol esély sincs arra, hogy megtermeljék maguknak az élelmiszert, hiszen egész egyszerűen a talajviszonyok, éghajlati viszonyok elnek nem felelnek meg. És ugye itt megint arról van szó, hogy elrendelni sem lehet, hogy akkor végre az afrikaiak termeljenek maguknak gabonát, mert, mert ez nem így működik. És ez egyébként azt is mutatja, ez az egész helyzet, hogy mennyire káros az, amikor, amiről ti is beszéltetek, hogy megint arról van szó, hogy érzéseket, vágyakat vetítenek ki, és abból lesz politikai döntés a, fejletnek nevezett világban. Hogy a szankció is egy ilyen érzésen alapszik, az egész szankciós politika Oroszországgal szemben, hogy Oroszország rosszat tett, egyébként tényleg rosszat tett, csak a világpolitika nem úgy működik, hogy aki rosszat tesz, azt majd jól megbüntetjük, mert ez ennél egy bonyolultabb dolog, de a lényeg az, hogy mivel Oroszország rossz Hosszat, tehát ezért jól meg kell neki mutatni, és akkor a, a Judai nemzeti front elit alakulata juthat a, a Monty Python rajongóknak a, az eszébe. Azt a hogy... még nem tiltották be? Hát <laughs> lassan ideje lenne egyébként, igen, de hogy, hogy ott is, tehát hogy körülbelül most ezt látom, hogy Brüsszelben is elfogadták az újabb szankciós csomagot, és akkor így fekszenek a földön, és mondják, hogy jó, megmutattuk Putyinnak. Tehát, hogy, hogy ez, ez ezt okozza a szankciós politika, nem állt meg a háború, még mindig megy, már hat szankciós csomag magát menne, még mindig megy a háború, nem túl meglepő módon, hiszen azért lehetett arra számítani, hogy egy szankciós politika az nem, fog, nem fogja megoldani a háború kérdését. Közben pedig Európában gázválság van, üzemanyagválság van, Afrikában élelmiszerválság van, és ez mind nem kizárólag, de nagyon nagy részben köszönhető a szankciós politikának. Tehát a szankciós politikával az a probléma, hogy nem megoldja a problémát, hanem súlyosbítja. És, és a másik, amit szeretnék említeni, hogy a magyar kormány ugye a, a, talán a leghangosabban a kezetektől fogva azt képviselte, hogy legyen minél hamarabb béke, tehát minél hamarabb a háború véget érjen, és pont többek között azok miatt is, amit, amit Zoli mondott, hogy arról van itt szó, hogy a legfőbb érdeke minden országnak és minden embernek a világon lényegében, az az, hogy ez a háború, ez, hát az lett volna a legjobb, ha meg se történik, de mivel már elindult, minél hamarabb véget kell neki vetni. És például ezért káros a fegyverszállítás Ukrajnába, mert ez elhúzza a háborút. Persze értem, hogy Ukrajna megtámadott fél, és segíteni kell rajta. Én nagyon sok érvet meg tudok érteni. Értem az erkölcsi alapját a dolognak, csak az is egy erkölcsi kérdés szerintem, hogy a világ megélhetését, az biztosítjuk-e, vagy mondjuk éhínségbe milliókat azért, hogy jól megmutassuk Oroszországnak. Tehát, hogy, hogy ezek azért nem annyira fekete és fehér erkölcsi kérdések, itt vannak nagyon más szempontok is, amik, amiket politikai döntéshozóknak mérlegelniük kell, és ehhez ebből nyilvánvalóan az következik, hogy egy kompromisszumra lesz szükség Oroszország és Ukrajna között. Persze kívülről meg távolról könnyű ezt mondani, de mégis erről van szó, és a magyar kormány ezt képviseli, hogy igenis békét kell kötni minél hamarabb, nem olyan politikát kell folytatni, ami, ami, tovább húzza a háborús feleknek az erőfeszítéseit, hanem arra kell koncentrálni, hogy minél hamarabb egy olyan megállapodás szülessen, ami mindkét fél számára valamilyen módon elfogadható. Említetted azt, hogy békét kell kötni. Lehet, hogy Zoli, te is azt akarod mondani, amit, amire rá, rá akkor kérdezni, azt a, arra a jelenségre azt te is rámutatni. Uh, ugye ezt tette a legendás amerikai külügyminiszter Henry Kissinger is, és aki azt mondta, hogy ugye hát Ukrajna területi engedményeket kellene tenni, és fel is került az ukrán szélsőségeseknek a halálistájára. 98 éves emberről beszélünk. Igen, Orbán Viktor is ott van, Szijjártó Péter is ott van, Bájár Zsolt is a napokban felkerült, úgyhogy beszéljen. Ez egy olyan ember, aki még a náci kerül menekült a családja az Egyesült Államokban. De hasonló javaslat volt kiolvasható egyébként Joe Bidennek az egyik megszólalásából is. Na most akkor őt is felrakják a, a, a halális szerintetek? Az ukrán szélsőségesek? Hát most még a következő öt percben nem, de időben ezt sem tartom teljesen kizártnak. Kissinger azt mondta, hogy a világnak két és fél hónapja van arra, hogy lezárja ezt a háborút. Ez többek között azért is mondta, amiről itt beszéltünk az és a válságról is. Ugye. És van itt még Mert egy ha dolog? Egyébként, ami... a kirobbannak ezek a problémák, akkor itt nagyon. Tehát ezek, a, ezek az országok, csak hogy a hallgatók értsék, ahol most élelmiszerválság lehet, ezek puskaporos hordók. Hát meg migrációs kibocsátó országok. Tehát Igen. Ö, tömegek fognak megjelenni, megint kopogtatni Európa kapuinál, ha nem kapnak enni. És azért mégiscsak egy legalapvetőbb emberi dolog, hogy ö, élelemre szükség van. Igen. Senkinek ne kívánjuk azt, hogy Egyiptom felrobbanjon? Azt senkinek. Törökországban most 70%-os az infláció? És ez nagyon-nagyon veszélyes dolgok. De egy pillanatra visszatérve a gabonára, mert megbeszéltük azt, hogy a gabona nem fog öt perc alatt semmilyen rendeletre kinéni a földből, akkor sem fog, hogyha nem kap műtrágyát. Igen, Tehát, műtrágyát. Valamennyi fog, de sokkal kevesebb. És ugye a, az Egyesült Államok volt az első, amelyik bevezette az orosz műtrágya elleni szankciót, de azonnal vissza is mondták. Tehát két napon belül valaki ott szólt a a miniszter úrnak, vagy miniszter asszonynak, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon nagyon nem jó. És két nap alatt visszaszívták ezt a műtrágya akciót. Ehhez képest az Európai Unió bevezette, és még mindig föntartja. Ez teljesen egy öngyilkos politika, amivel magunknak is ártunk, mert igaz, hogy itt Európában idén nem lesz éhénység, de, már jövő, de még jövőre sem talán, de úgy fel fognak menni a, a, az Európában is, hogy azt minden ember a saját pénztárcáján fogja tapasztalni. Jelentős mértékben. Ez már most megkezdődött. És az a helyzet, hogy amikor a műtrágyáról van szó, akkor a világpiac még nagyobb mértékben függ az oroszoktól, és még jelentősebb mértékben függ az ukránoktól, mint a múlt gabona tekintetében. Hát áttételesen meg még jobban, mert ugye az, a műtrágya nagy része, ami nem Oroszországban készül, az meg orosz gázból készül. Az meg orosz gázból készül. Szerves kémia. De ennél még rosszabb a helyzet, ugyanis a műtrágyát előállító vegyipar az kettős felhasználású ami azt jelenti, hogy Ukrajnának nincs már vegyipara, ugyanis az oroszok lebompázták pori az összeset az háború első három hónapjában. Tehát a hadiparát és a kettős felhasználású iparát Ukrajnának mára már meg Tehát amit is hadiparként lehet, is lehet használni. Így van az a kettős felhasználású, ami civil felhasználású és hadi felhasználású is. Ennek megfelelően azt kell mondani, hogy az ukrán kapacitások visszaépítése is hosszú éveket fog időbe venni, eh, igénybe venni azután, hogy helyreállt a béke. Ez nagyon súlyos probléma megint. A Kissinger ezért is mondja azt, hogy körülbelül két és fél hónap van arra, hogy valamilyen módon egy, egy diplomáciai rendezés. És történye. szerinted lesz két és fél hónap a rendezés? Pessimista vagyok ezzel kapcsolatban. Én azt, én kell, azt kell, azt hogy mondjam, hogy pessimista vagyok. Szerintem nem lesz. Az az igazság, hogy, és ezzel is szembe kéne nézni a világnak, hogy ez egy olyan háború, amit Oroszország megnyerhet, nyilván ez nagyon fájna a nyugatnak, nyilván a, ö, akár a mi igazságérzetünket is bánthatná, Az elképzelhető, hogy Oroszország ezt a háborút megnyeri. Az is elképzelhető, hogy Oroszország ezt a háborút elveszíti. Az az egy dolog nem elképzelhető, hogy Ukrajna nyerné meg ezt a háborút. Ugyanis bármilyen orosz vereség előtt a, az oroszok olyan károkat fognak okozni Ukrajnának, amiben egész egyszerűen képtelenek lesznek felállni. Megint csak arról van szó, hogy a posztmodern, ugye? Tehát az emberek érzését, különösen Nagy-Britanniában, Lengyelországban, hogy csak a régióban maradjunk, ezek a tények borzasztóan bántják, és ezt azt hiszem, hogy meg kell értenünk. Ez borzasztóan bántja az emberek igazságérzetét. Meg kell őket csak, érteni, csak hát nem lehet Csak a valóság a... ezt nem Persze, tehát ugye a ezért, a ezért utaltam én is arra, hogy a világpolitika bonyolultabb dolog annál, mint hogy hol van az erkölcs, meg hol van az érzelmi reakciója valakinek. Tehát valóban az, az egyértelmű, hogy Ukrajna megtámadott félként élvezi a szolidaritásunkat és a szimpátiákat, ez talán mindannyiunkra igaz, de, de közben arról is van szó, hogy nekünk nem ukrán érdekeket kell képviselni, mert mi például magyarok vagyunk, lengyelek, lengyelek, Európában pedig uniós szinten európaiak vagyunk, tehát a saját érdekeinket kell első körben képviselni, és egyébként hadd tegyem hozzá, hogy Ukrajna szempontjából is kedvezőbb, hogyha mi hatékonyan képviseljük a saját érdekeinket, mert akkor tudunk segíteni például humanitárius segítséggel, vagy újjáépítési segítséggel, hogyha majd odáig eljutunk, ami remélem minél hamarabb lesz, hogyha kellően erősek vagyunk, tehát hogyha Európa jó állapotban van gazdaságilag, és más szempontból is, akkor tud segíteni Ukrajnának. Úgy nem fog tudni segíteni Ukrajnának, hogyha önmaga maga is rosszul jár. Na csak most ugye az ukrán külpolitika szeretné elérni azt, hogyha, hogy a háború kiszélesedjen, ez, világosan látszik, de szerintem erre, erre most már egyre kevesebb az esély, tehát valami kevés esély van erre. Én, én, azt láttam, hogy a háború első hónapjában nagyon sok provokáció volt ukrán részről, ami kimondottan azt célozta, hogy a szomszédos országokat, Lengyelországot, de akár Magyarországot is bevonja a háború. Romániát. Itt, Romániát elsősorban itt az Zágráb mellett felrobbant 80-as években egyáltalán szovjet trónra emlékezhetünk itthon Magyarországon, minden valószínűség szerint ez egy ilyen fajta provokáció volt, de utána ezek a, ez, ez a jelenség ez lejjebb ment, ez, ez kevésbé látszik, most már ezek a direkt provokációk nem nagyon vannak. Azt hiszem, hogy ez annak köszönhető, hogy nem publikusan, hanem titkos telefonbeszélgetések során számos nyugati vezető tájékoztatta az elnök urat arról, hogy tudják, hogy mit csinálnak, és nem. E, úgyhogy én azt hiszem, hogy tényleg Ukrajna nem bízhat most már abban, hogy ezt a háborút ki tudja szélesíteni. És milyen én... diplomáciai mozgástere van, szerintetek? E, nem, nem sok mozgástere van, és most nem is látom, hogy a diplomáciai manőverekbe bocsátkozna Ukrajna. Én most azt hiszem, hogy az ukrán terv az, hogy a nyugati fegyverekkel megnyerik a háborút. Én azt hiszem, hogy ezt tervezik. E, nem, 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 vagyok optimista azzal kapcsolatban, hogy ez sikerülhetne. Elsősorban talán azért, mert, mert már van tapasztalatunk arról, hogy mi történik akkor, amikor tömegesen megérkeznek a nyugati fegyverek a, a hiszen a Donbassban most már minimum egy hete, de inkább tíz napja nagy mennyiségben ott vannak a nyugati nehéz fegyverek, és nem lassult, a, az amúgy lassú, de nem lassult tovább az orosz előrehaladás, és metodikusan, lassan, lépésről lépésre, de valósítják meg, meg azokat a ö, többekörító hadműveletet, amelyet ők elterveztek, és amelyeket ki akarnak ö, vitelezni. E, az oroszok. Az oroszok, így van, így van. Ilyen szempontból nem tudom, hogy a következő adag még nehezebb fegyverzet fog-e tudni változtatni a háború menetén, az még hónapok, amíg az kiderül, hiszen egyrészt oda kell érnie Ukrajnába, másrészt pedig be kell tanítani az ukrán katonákat arra, hogy tudják használni. Tehát az nem holnap fog kiderülni, de az első nagy felpusztulásban küldött nagy távolságú ágyúk, különböző páncélosok, helikopterek, ez nem Fordították meg a háború menetét. Ugyanaz zajlik, mint mint elkezdődött, körülbelül másfél hónappal ezelőtt, amikor a háború a második fázisába lépett. A, a lassú, de folyamatos orosz előrehaladás és az átkaroló hadműveletek a jellemzőek a, a Donbassra. Ebben az ütemben a, ez a második szakasz szeptember előtt szerintem nem érhet véget. Uh -huh. Utána kell majd megint alaposan meggondolni, hogy mi következik. Ha lezárult ez a második fázis, akkor nyilvánvalóan én azt hiszem, hogy kell, hogy legyen egy újabb fajta diplomáciai csörte Ukrajna és Oroszország között, mint ahogy a háború első fázisában láttuk, hogy volt. Isztambulban úgy is tűnt, mintha megállapodásra tudnának jutni, de aztán, aztán ez megváltozott. Megint lesz egy ilyen. Én azt hiszem, hogy ez az a pont, amikor én mindenképpen azt javasolnám a kievi vezetésnek, hogy fontolják meg azt, amit azt, amit Henry Kissinger is mondott, és területi áldozatok árán de, de érjék el, hogy, hogy béke legyen, mert különben nem, nem nincs jövője az országoknak. Én is azt látom, hogy a diplomáciai erőfeszítések egyáltalán nem állnak jelenleg Ukrajna céljai között, tehát sőt, szisztematikusan rombolják le lényegében mindent, mindazt, amit korábban diplomácia néven ismertünk, tehát azzal a stílussal, azzal a követelőzéssel, arroganciával, sértegetéssel, amit nem csak Magyarország, hanem Németország és számos más nyugati ország felé is mutatnak, miközben ugye Oroszországgal pedig nem hajlandóak tárgyalni, tehát nyilvánvalóan arról van szó, amit Zoli mondott, hogy itt a diplomácia már nem célja az ukrán vezetésnek. Az ukrán vezetésnek az a célja, hogy minél, minél nagyobb mértékben bevonódjon mindenki más is a háborúba, mint hogy mindenki úgy érezze, hogy az ő háborúját vívja. Ugye folyamatosan olyan kommunikációt folytatnak, ami ezt is mutatja, ami ilyen érzetet kelt az európai emberekben is, hogy értük is harcol Ukrajna, meg az ő háborújukat vívja, ők lesznek a következők, hogyha, hogyha ők vezítenek. Tehát ezek mind azt a célt szolgálják, hogy az európai hatalmak is bevonódjanak a háborúba, és ez azt mutatja, hogy Ukrajna részéről nem cél a háború minél gyorsabb lezárása, hanem az a cél, hogy, hogy hogy ha már ők benne vannak, akkor más is benne legyen. Hát, bocsán, én azt hiszem, hogy talán Igen. cél lenne, tehát nem őrültek, csak nem elérhető cél. Hát, de, de nem az az elsődleges cél számukra, hanem az, hogy ugye, ahogy te nem. is mondtad, győzelmet aratni. tehát, a... hogy nem mindenről le akarják zárni a háborút, hanem a számukra kedvező módon akarják lezárni a háborút, amit persze megint meg lehet érteni. Tehát Ez nem, nem, nem lehet. Nem arról van szó, nem arról van szó, hogy, hogy ne lenne joguk arra, hogy megvédjék az országukat, meg ne lenne joguk arra, hogy, hogy adott esetben szövetségeseket keressenek ehhez. Csak arról van szó, hogy más szempontok is van itt, és a gyorsabb béke az talán mégiscsak jobb lenne, és teszem hozzá, hogy több ukrán életet is megkívánok. De azt azért értsük meg, hogy nem mindenáron akarnak békét kötni. Tehát ez egy védekező országról persze. van szó. Nyilván persze. De a mindenáron béke az nekünk egyik háborúban sem volt elsődleges. Azért mondom, érte. én is meg, meg, megértöm vagyok, csak nekünk pedig már szempontból. A, a világ, világnak az lenne az érdeke, Igen. hogy minél hamarabb legyen béke, akár úgy is, hogy a Ukrajna súlyos árat fizet. Megérte sajnos. Ezt, ez, a, ez a valóság. Ezt nagyon, nagyon sokan nem értik az Európai Unióban sajnos. Ennyi fér az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Az Alapjogokért Központ elemzőinek, Koskovic Zoltánnak és Szikra Leventének köszönjük a beszélgetést. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Hallgatóinknak és nézőinknek pedig megköszönjük a megtisztelő figyelmet, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető vezető Imre, várjuk Önöket egy hét múlva is a Viszonthallásra, a Viszontlátásra.